Nagyon fontos szerintem, hogy a tudás a 21. században az soha nem valakié, hanem az mindig hálózatoké, kapcsolatoké, az mindig a kooperációban van. Egy okos városban nem a főpolgármester az okos, hanem azok az intézmények, amelyek felszívják a tudást, és áramoltatják egymás között. Éppen ezért azt gondolom, hogy a tudás infrastruktúrája valójában a 21. században azok a beszélgetések, az olyan típusú fórumok, mint a Smart Budapest Fórum. Olyan kulturális, gazdasági, társadalmi erőt kell itt Budapesten telepítenünk a közösségeknek az összekovácsolásával, meg egy sokkal hatékonyabb városra kapcsolatos vízió megvalósításával, ami itt tartja a tehetségeket, ami ide hozza a tudást, ide vonza a tőkét, és itt tudnak olyan fejlesztések megvalósulni, ami a helyi közösségnek a kreatív energiáiból, tudásából, tehetségéből jön létre. What I've heard today is just that it's so inspiring to hear the appetite for change in Budapest. There's some really interesting case studies which I wasn't aware of before, programs that are on the go, and everyone is clearly very passionate about how to move things forward. So what I would like to see for Budapest, I think, is what Budapest would like to see it for itself. Budapest becoming a smart city, and one that is historically important, but is also looking to the future and is leading on innovation.